maga a Hódagró Zrt. És 3 Kft. Ezen kívül több mint 4000 hektáron gazdálkodunk. Egy vegyes gazdálkodású mezőgazdasági cég, ez azt jelenti, hogy állattenyésztéssel is és növénytermesztéssel is foglalkozunk, és takarmánykeveréket is állítunk elő. A legfontosabb növényünk az őszi kalászos gabona, így az őszi búza, őszi árpa, őszi takarmánykeverék, amit szenást készítünk az állatállományunknak. Ezen kívül tavaszi árpát, tritikálét, és mivel van pályázatunk, GINOP pályázatunk a gabonakutatóval közösen, így több ilyen kísérleti búza termesztés és kritikálé, többfajta gabona félét állítunk elő. Ezen kívül napraforgót termelünk igen jelentős területen, mint egy 600 hektáron. Kukoricát az aszály miatt lényegesen kevesebbet az utóbbi időszakban. Ez egy olyan 500 hektárnyi, és ennek is nagyobb része a állatállományunk, a tejelő szarvasmarha és a húshasznú szarvasmarha takarmány, téli takarmányát szolgálja. Cukorrépát 360 hektáron termeltünk az idei évben. Van egy vadásztársaságunk is, a Hódagró Zrt. VT, amelyiknek szintén én vagyok az elnöke. A Gabona Szövetségnek a küldötte vagyok, és a Kaposvári Répa Termesztők Szövetségének elnökségi tagja. Támogatjuk például a különböző kulturális intézményeket, például a különböző színházakat, akkor hétvégén is kenyeret az asztalra van egy ilyen mozgalma a városnak, és ezt is minden évben támogatja a részvénytársaság, és nagyon sok egyéb sportrendezvényeket, a vásárhelyi labdarúgó klubot támogatjuk.